Merhabalar, Tarkan ben. Sziasztok, Bravo TV nézőként, Tarkan vagyok Törökországból, és szeretnék a képernyőn keresztül egy hatalmas nagy küldeni. Törökország popcsillaga nem más, mint egy 26 éves Tarkan nevű srác, aki hazájában már millió számolt el a lemezei, de most már Európa több országában is koncertcsarnokokat tölt meg, de ki is ő valójában? No, egy szuper jó fej. Minden koncertemen azt érzem, hogy milyen fontos az, hogy ilyen keményen dolgoztam. Úgy érzem, hogy minden koncert az első színpadra lépésem. Tényleg rettenetesen ideges vagyok. Tarkan 15 éves koráig a németországi Frankfurtban élt, ám később a szüleivel együtt visszaköltözött Törökországba. Itt zeneiskolába járt és komoly zenéből érettségizett. A siker nem váratott sokat magára. 93-ban, azaz 20 évesen már meg is jelent első nagy lemeze, a Ineksen is. Az én zeném a keleti és a nyugati behatások keveréke. Elegyen. Nagyon szeretem a török hangszereket összekeverni nyugati dallamokkal. Ez a keverék zene teszi a számaimat egyedivé, különlegessé. 94-ben Tarkan már második albumát adta ki, az Agda Sayishant, amire több mint 2,7 millió ember volt kíváncsi. Ezzel az eladási számmal a török szépfiú minden addigi rekordot megdöntött a hazájában. A vadrajongók és a sajtófigyelő személy előtt Tarkan Amerikába, New Yorkba költözött. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig önmagamat adjam. Azokat a ruhákat szeretem hordani, amik nekem tetszenek, és azt szeretem mondani, amit én gondolok. Szerintem ez nagyon sokat segített a siker elérésében. Persze az őszinteség az sok bajt okozhat, szóval azért ez így nem egyszerű. Tarkan Törökországban már háromszor volt az év művésze. Legújabb dala, a Şımarık, már hetek óta több ország listáján van. Ti mit gondoltok róla?